Tisztelt megjelentek, kedves fiatalok! Kecelváros önkormányzatának képviselő testülete dr. Csapi Bence önkormányzati képviselő indítványára 2017 őszén úgy határozott, hogy jutalmazni kívánja az érettségi vizsgán, valamint a szakmájuk elsajátításában kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalokat. Ti, akik meghívást kaptatok a mai rendezvényre, megfeleltetek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, és hamarosan átvehetitek példamutató munkátok elismeréseként a város támogatását. Gruber Noémi, a Szólam alapfokú művészeti iskola növendéke, Lady Gaga és Bradley Cooper dalát a Sálót játssza fuvolán. Fogadjátok szeretettel! Kérem Forrai Ákos alpolgármester urat a vendégek köszöntésére. Kedves fiatalok! Ahogy az előbb említette Eszter, dr. Csapi Bence korábbi önkormányzati képviselő úr javaslatára
immáron harmadik alkalommal hirdette meg Kecel város önkormányzata a középfokú oktatásban kiemelkedő eredménnyel végzett keceli fiatalok jutalmazását. Önkormányzatunk folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a gyermekek és a fiatal korosztály támogatására. Ennek keretében rendszeresen segíti a helyi óvoda kisgyermekeit és az intézmény rendezvényeit, valamint az általános iskola diákjait. Többek között a jó tanuló, jó sportoló tábor finanszírozásával is. Évente, nyár elején egy szép eseményünk is megrendezésre kerül, melyen ünnepélyes keretek között a 18. életévüket azon évben betöltött vagy betöltő keceli fiatalokat köszöntjük. Példátok fontos a korban utánatok következő keceli gyermekek, fiatalok számára, illetve reményeink szerint kortársaitok és a nálatok idősebb helyi lakosok elismerését is kivívja. A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság döntése alapján a képviselőtestület egyetértésével az idei évben is közzétettük a pályázati kiírást, melynek 11-en feleltetek meg. E támogatással szeretnénk titeket köszönteni és jutalmazni, bízva abban, hogy ezen elismerés további célokra és munkára ösztönöz, további kihívásokra sarkal titeket. Hiszen ne feledjétek, minden szakma és tevékenység legfontosabb eleme az alapos, sokrétű tudás, melynek alapjait ebben a korban tudjátok a legkönnyebben elsajátítani. Reméljük, hogy mint városvezetők ezzel a támogatással is hozzájárulhatunk ahhoz a felismeréshez, hogy a szorgalom, a kitartás és a jól végzett munka előbb-utóbb biztosan meghozza a gyümölcsét. Köszönjük, hogy példát mutattok a következő generációnak, és egyúttal nekünk, felnőtteknek is, akik bizony sokszor sokkal sötétebben, reménytelenebbül látjuk a világot, de ti ezekkel a szép eredményeitekkel emlékeztettek minket a munka és az erőfeszítések igazi értelmére. Bízunk abban, hogy ezzel a lendülettel, szorgalommal és kitartással folytatjátok majd tanulmányaitokat, és helyezkedtek el a munka világában. Kívánom, hogy akár hosszabb vagy rövidebb külföldi tapasztalatszerzés után, de minél többen idehaza találjátok meg a számításotokat, és a nektek leginkább tetsző munkahelyeket, amiben nem csak örömöteket lelitek majd, hanem a megélhetéseteket is biztosítani fogja. Éljetek jó egészségben és szerető családban, és soha ne feledkezzetek meg arról a sok támogatásról és szeretetről, amit a szüleitektől kaptok. Remélem, amerre jártok a világban, viszitek városunk jó hírét, öregbítitek hírnevét, és végezetül azt kívánom, hogy akár egy vagy több szakma elsajátításával, akár a felső oktatásban folytatjátok tanulmányaitokat, valósítsátok meg céljaitokat, legyetek sikeresek, és büszkék az elért teljesítményeitekre. Kívánok ehhez Kecel város önkormányzata nevében sok sikert, erőt és kitartást. Köszönöm szépen! Kérem dr. Csapi Bencét, hogy csatlakozzon a polgármester úrhoz, és együtt adják át a tanulmányi támogatásokat. Kedves fiatalok, kérem, hogy nevetek elhangzása után fáradjatok ki az átvételre. Csizovszki Evelin. Csonka Ákos. Fejes Luca.
Kovács Gergely. Kovács Lili. Kovács Viktor. Radics Milán. Takács Renáta. Tóth Kornél. Varga Viktor. És Bata Viola elismerését távollétében a szülei veszik át. Kecelváros önkormányzata nevében szeretettel gratulálunk mindannyiótoknak, további szorgalmas munkát, szép sikereket és jó egészséget kívánunk. Kérlek titeket, hogy egy közös fotó készítésére majd fáradjatok ki, és azt követően ajánlom figyelmetekbe a 33. Flóra Virágfesztivál és 17. Keceli Országos Fazekas Kiállítás programjának megtekintését. További szép napot kívánok!